Megérkezett Magyarország apostoli nunciusa a 7. egyházmegyei bátai zarándoknapra. Több szempontból volt rendhagyó a már hagyománnyá vált szentvér zarándoklat szeptember 26-án. Egyrészt a koronavírus miatt a máskor akár 2000 főt is elérő létszámot 400 főre kellett csökkenteni a szervezőknek, ezért az érdeklődőknek előre kellett regisztrálni. A gyalogos zarándoklatot sem engedték, így páran, csak hogy hűek maradjanak a hagyományhoz, kis csoportos gyalogtúrát tartottak. Ferenc pápa magyarországi nagykövete, Mihály August Blume, apostoli nuncius mutatta be az ünnepi szentmisét, ahol bejelentette, hogy a bátai szentvér kegytemplomot bazilika minor rangra emelte a Szent Atya. Kedves testvérén, örömmel adok hírt arról, hogy a Szent Atya, Ferenc pápa, a bazilika minor címet adományozta az özi bátai kegyhelyének. 1093-ban Szent László király által alapított bencés apátságban egy olyan eukarisztikus csoda történt, ami Európa szintű ismerettséget hozott Magyarország első szentvér kegyhelyének már a középkorban is. Én azt gondolom, hogy azt a fajta súlyt és tiszteletet, amit a középkorban ez a hely kivívott magának, azt most visszakapta és elismerte Ferenc pápa ezzel a bullával. Az elmúlt esztendőben a templomot, plébániát és környezetét is sikerült helyreállítani, így Udvardi György, veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy adományozza a bazilika minor címet a kegyhelynek. Nagy öröm ez, és kifejezi azt a buzgóságot, ami a kegyhely 600 évéhez kapcsolódik, hiszen a magyar néptörténelmében óriási jelentőséggel bír ez a kegyhely, azon túl, hogy mint eukarisztikus kegyhely nagyon ritka Európában is, ezért nagyon büszkék vagyunk rá. Kürtösi Krisztián atya báta plébánusa elmondta, nagy meglepetés volt nekik, hogy megkapták a címet. A buzgóságot adja meg az Úr nekünk, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani, akik hívők, vagy kevésbé hívők is, hogy jöjjönek el ide bátára, ismerjék meg a kegyhelyünket, a történetünket, és merjenek elmélyülni itt a kegyhelyen, ahol a Szentvérnek a kultusza, az eukarisztiának a kultusza él, és eleven. A bátai Szentvérkegytemplom szeptember 23-ától tehát Szentvérbazilika lett. A szabadtéri szentmise körmenettel zárult.